Az ország minden pontjáról érkeztek a KITE ZRT 33. növényvédelmi és 3. precíziós gazdálkodási továbbképzésére. A hévízi rendezvény résztvevői 5 napon keresztül 50 előadást hallgathattak meg. A prezentációk mindegyike azt bizonyította, hogy az egyre nagyobb teret hódító precíziós gazdálkodásnak köszönhetően olyan új, innovatív eljárások kerülhetnek már a legkisebb vidéki gazdaságokba is, amelyek jövedelem többletet generálnak. A sikert pedig úgy érhetik el a gazdák, hogy közben korunk legfontosabb elvárásainak, a fenntarthatóságnak és a környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek. A precíziós gazdálkodásnak köszönhetően ugyanis lehetővé válik a differenciálás, vagyis adott területen a megfelelő mértékben tudnak beavatkozásokat végezni a gazdák, így megszűnik a felesleges inputanyag kijuttatás. A műholdas RTK rendszer biztosítja az egyes területekre történő pontos visszatérést, így számos művelet és a menetszám is érdemben csökkenthető. Az új technológiák alkalmazásával akár 15-20%-os érdemi anyagfelhasználási költségcsökkenés érhető el. Van egy másik nagyon lényeges szempont, mégpedig az, hogy a vidéken az életminőség javításához, javulásához nagy mértékben hozzájárul. Nem beszéltünk még erről, keveset beszélünk róla, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy vidéki környezetben, ahol a mezőgazdasági termelés folyik, ott ezek a technológiák 21. századi módon a világon elérhető legfejlettebb digitális eljárások kerülnek ebbe a környezetbe, ami nyilvánvalóan lehetővé teszi azt, hogy nem csak nagyvárosi környezetben, hanem vidéken is hozzá lehet jutni ma a legkorszerűbb technológiához, és azt kell mondjam, hogy a mezőgazdaság ezeket a technológiákat készségszinten a gyakorlatban alkalmazza. Számos magyar gazda él a precíziós gazdálkodás nyújtotta lehetőségekkel, a tapasztalatok pedig egyöntetűen pozitívak. A KITE ZRT 25 éve együttműködik a Balogh Farm Tépe Kft-vel. Már a rengeteg közös technológiai termesztési kísérletet tudhatnak maguk mögött. Jelenleg 800 hektáron végeznek szántóföldi növénytermesztést. Összességben talajinkra heterogenitás a jellemző, és ez is indokolta azt, hogy 2010 körül elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudnánk differenciálni itt talajinkon ezt a input anyagoknak a megfelelő kijuttatását, és így indultunk el a precíziós gazdálkodás útján. 2010-11 körül vásároltuk meg az első RTK egységünket, és akkor utána a gépi beruházásainkat, fejlesztéseinket e köré fűztük fel. Olyan eszközöket vásároltunk, amelyek kommunikálni képesek ezzel, és ezáltal differenciált otthon a talaj és a növény igénynek megfelelően tudunk tápanyagot, vetőmagot és egyéb inputanyagokat kijuttatni. A több mint 1400 hektáron gazdálkodó sertéshízlalással is foglalkozó Fülei Búzakalász Kft. Vezetője 2 éve alkalmazza a precíziós gazdálkodást. Az indulásban a KITE ZRT segített, nem csupán a technológiai újítások megszervezésében, a cég dolgozóinak teljes körű képzést nyújtotta. Együtt gondolkodva kialakítottuk azt, hogy milyen hardware és informatikai rendszereknek kell megfelelnünk, hogy ezen az úton elinduljunk. Ezt azt gondolom, hogy eléggé optimálisan tudtuk ezt elindítani. Maga az erőgép háttér és a munkagép háttér az többnyire az rendelkezésünkre állt. Tehát gyakorlatilag a gépeket kellett informatikai eszközökkel ellátni, tehát monitorokkal, antennákkal, hogy megvalósuljon az automatikus kormányzás, illetve az adat dokumentálások része is. A Búzakalász Kft. Területein az első évben csak kisebb kísérleteket végeztek. Ma már azonban összetudják vetni eddigi eredményeiket, és tervezette juttatják ki az input anyagokat. Varga Szabolcs szerint a precíziós gazdálkodás sokkal hatékonyabb és jövedelmezőbb megoldásokat nyújt a hagyományos módszereknél, a fejlődési lehetőségek pedig egyszerűen korlátlanok.